Szép nagy folyam ez. Több rokonomat belelőtték. Húztak lótetemek, hullák 44-ben, szovjet hadiszállítmányok később. Jött azután Bős Nagymaros, így aztán elúszott a Duna is. Kedves Attila, Duna nincs már. Hol vagyunk már attól, hogy dinnyehé? A szar úszik, durva ipari szenny. A te Dunád már nincs. Gyors forgalmi út. Nem lehet, nem érdemes már oda menni. Duna almás sincs már, ahol oly sokat ültünk Majával az úgónál. Ez egy hajdan volt vízimalom környéke, ahol észszerű mértékben duzzasztották a vizet. Döjfös víkend falu lett. Új gazdagok lepték el, úri tahók. Csupán a temető. Az még olyan, amilyen volt. És még mindig ott van Csokonai Lillájának a sírja. Ha csak el nem lopták temetőfosztogatók, a sírkőrablás már a úgynevezett húzó ágazat lett. Múlt századi szép álmok, Duna konföderáció. Értelmesek voltak, éppen ezért elvetendőek. Térségünkben soha nem tengett túl a racionalitás. Észszerű megbékélésre semmi remény. Hosszú távon fognak vegetálni növekvő nyomor közepette a nemzeti tébolydák. De azért én azt mondom, hogy nem. Hagyjunk már végre föl a reménnyel. Lehet élni hit és perspektíva nélkül. Már Horácius is megmondta. Carpe diem. Vagyis éljünk egyik napról a másikra. Jövő nincs.